Most egy különleges vendéget fogok bemutatni önöknek, akit íróbarátja Murányi Sándor Olivér a következő szavakkal jellemzett. Muszka Sándor, Sánta Attila is Fekete Vince városában, Kézdivásárhelyen látta meg a napvilágot, egyedüli költőként. Állítása szerint nem sokkal ezután megalapította a világ legjobb punk zenekarát. Azért nem futott be Londonban és Los Angelesben, mert a Sex Pistols frontembere lenyúlta a szövegeit. Bánatában nagyvárosokba bújdosott és dolgozott. Hamarosan kikötött az erdélyi poéták kedvelt városában, Kolozsváron, ahol 2005-ben jelent meg első kötete Ennyi, ha történt címmel. Azóta már híressé vált székely stand-upjaival. Tegnap kezdte el itt a Kolozsvári Rádióban első hangos könyvének felvételeit. Én hibás nem vagyok. A dolog, amit el akarok mondani, az úgy kezdődött, hogy én éppen az ágyon feküdtem. Habár fáradt nem voltam. Csak egy kicsit ledőltem úgy reggeli után, vagyis ebéd előtt. Én ilyenkor gondolkozom. Az asszony szerint csak döglök, tehát ehhez a fehér népek egyáltalán nem értenek. Akinek van, az tudja. Hát ahogy így fekszem, egyszer csak hallok egy nagy visítást, kinyitom a szemem, látom a fejem fölött a plafonét. Úgyhogy a ház nem dőlt össze. Szippantottam egy nagyot a levegőből, de füsszagot sem éreztem. Már éppen készültem az oldalamra fordulni, mikor bérontott az asszony. Amiket akkor mondott rólam, azt én most itt nem mondom el, de a lényeg az volt, hogy kályák fej, na a kutya maga a kékre megfestette, és bejött a házba, és most az új pézsának vége van. És hogy a hibás, azért én vagyok, mert még arra is dög vagyok, hogy az udvar kitakarítsam. Akkor én fejkáltam, felütöttem magamra az alkalomhoz illő gyászos pofalemezt, és kivonultam fejmérni a kart. Az asszony még megötte. Így néztük a szönnyeget egy darab, míg nem, én megalapítottam, hogy szép kék. Akkor életem párja hatalmas bőgésbe kezdett, mivel állítólag, akkor jött ő rá, hogy kivel is lakik. Megtöltöttem a fejmosót alatt meleg vízzel, és neki álltam átüntetni a kart. Én még csak beögött. Ahogy ott négy kézláb sikoltam a szönnyegét, egyszer csak olyan röhöghet nekem talmat, hogy csak no. Akkor történt, hogy az asszony a házból úgy kifutott, hogy aznap ma többet nem is láttam. Én már éppen azon voltam, hogy visszadőlök gondolkodni, mikor beállít a sógó, hogy hozott egy üveg pálinkát, és hogy mi az kattán, ígyük meg. Az üvegnek a fali néha tartottunk, mikor elkezdte az öklével várni az asztalt, hogy azt mondja, az a magasságos, hogy p***a meg. Én erre nem szóltam semmit, mert ő járt 2 évet a teológiára, nem én. Gondoltam, biztos ott tanultam. Aztán egy kis idő múlva abba hagyta, rám mutatott, és azt mondta, hogy neki olyan szép lelke van, hogy én arról verseket is írhatnék. Ezután gondolom, ezt bebizonyítani akarta, már kiállt a konyha közepére, a két kezét szétvette, és magát hanyat. Na, akkor jött át a szomszéd. Akivel a maradék pálinkát megittuk, közben nem szólt semmi, de amikor ment el az ajtóból visszafordult, kihúzta maga, és jelentőségtársaim, gondolom, búcsúzásként a következőt mondta. Sanyika, jó hára költözött. Nálunk itt a ganyésza, május előtt sehol nem érződik. Ezt csak azért mondom el, hogy lássák magik is, hogy én hiba, semmiben nem vagyok, és hogy nem igaz az, amit az asszony róla mindenütt terjeszt. Én folytatom Muszka Sándor bemutatását, tehát 2007-ben jelent meg a második kötete, Mi nem lóg, ha áll címmel. Muszka Sándornak hamar rajongójává vált az erdélyi poéta társadalom. Eredetisége előtt nem csak az Orbán János dénes epigonok hajtottak fejet. Ő azonban Csíkszépvízre költözött. 2010-ben jelent meg harmadik Múzsák trágyás szekéren című kötete, majd az Iszkiri a guruzsmás berbécselő című antológiája. Amúgy pár napja érkezett haza budapesti költői estjéről, és már is köszöntöm a stúdióba, szervusz Sándor! Szervusz! Sándor, azt mondják rólad, izgalmas az életpályád, sokat tudsz mesélni. Most ez már nem igaz, csak... nem igaz, de próbálkozom.
Hogy nem igaz? Hát az imént is milyen jól meséltél. Na mondd el nekem, mit csinálsz te Csíkszépvízen? Mivel töltöd ott az időt? Hát én aki világ életében városban lakott, mindig blokkban, valahogy mindig vágytam arra, hogy egyszer majd egy kertes házba fogok költözni, és akkor nekem ott lesz kutyám, és mindenféle állatom. Nem tudom, honnan van ez a késztetés erre. Most ez van, hogy egy kertes házba lakom Csíkszépvízen is. Van kutyád? Van kutya, macska, nyulak, minden. Gazdálkodó ember lettem. És ezeket a jó kis történeteket, ezeket, hát most ilyen nagyon divatos szóval ez stand-up comedy, igen, ugye? Hát ez... Ezeket a humoros székely történeteket te hol gyűjtöd? Mit csinálsz? Kimész a kocsmába, a falusi emberek közé, a favágók közé? Vagy hogy gyűjtöd őket? Hát ez mindig azt szoktam mondani, hogy egy kicsit lehet, hogy úgymond tolva is vagyok, mert hogy tényleg jól mondtad, ezeket gyűjtöm, nem teljesen az én szövegeim. Hát ezeket az autóbuszon, a kocsmába, az úton, a szomszédoktól, bárkitől lehet hallani, mert azért nem egy olyan búval várt népség lakik Székelyföldön. És jó humorú emberek, és jó pofa dolgokat mondanak, meg olyanokat is általában azok a legjobb történetek, hogy olyan embereket kell meghallgatni, akiket úgy egyébként nem nagyon szoktak az emberek. Ilyen-olyan okokból kifolyólag, vagy az alkohol miatt, vagy szellemi képességeik, és nagyon jó pofa történet. Ezeket már csak hozzá kell írni, le kell jegyezni, és ezek szerintem várhatatlanek, és kifogyhatatlan ez a forrás. Igen, ott vannak azért Székelyföldön a Hári Jánosok is, hát híresek. Igen, jó nagyotmondók, Székely nagyotmondók, ugye? Akiket néha azért érdemes komolyan venni, vagy legalább meghallgatni. Érdemes, sok, ugyanakkor ezekben a humorban sok, hogy is mondjam, ilyen élettapasztalat, és ilyen, hogy is mondjam, ilyen nagyon sarkított formában meg ilyen igazságok vannak úgy egyébként, hogy miről, mit, és véleményalkotások. Elmondasz nekünk egy ilyen stand-up comedy-t, egy székely humoros történetet? Igen. Vagy ez nálad inkább, én közben gondolkoztam azon, hogy valószínű sokkal jobban működik ez nálad, hogyha a közönség előtt mondod. Hát igen, mert ugye általában van visszajelzés, de akkor most szerintem te leszel a közönség. Hát most nagyon nehéz feladatot rótad. TV-nézők, csak nem tudom, hogy... Róljuk a nézőkre ezt a felelősséget. Jó. Na hát ez egy... Az az igazság, hogy nem vagyok egy stand-up comedy előadó, úgyhogy nem minden, azokat az ilyen írásokat tudom és gyűjtéseimet, amiket már sokszor elmondtam. Na akkor most egy ilyen lesz. Úgy tudjak meg lanéz engem. Lanéz, mert egy tanítónő, és én csak egy egyszerű munkahos ember vagyok. Pedig én a pénzemet nem iszom el. Engem a gyarban is szerettek. Mert akármilyen világ volt, én reggel a zsebbe a fépalinkat a kapun bévittem. Feleshivatott egyszer az igazgató, azt mondja nekem, Sanyika, a hülyeségnek legyen vége. Hát mondom, te kivel beszélsz, hely! És az asztalt reális borítottam, és a szájommal még így csináltam, hogy hát oknyus. No, de onnan engem elhelyezták aztán a chantierre. Volt egy ügyes főmérnök. Azt mondja nekem, Sanyika, maga a darukhoz érti? Hát mondom, hogy ne érteni. Azt mondja, ha ért, akkor ma azt mondod, hogy gyorsan fej. Hát mondom, ne haragudjon, de nekem feleségem és gyermekem is volt, és mindenféle. Én onnan letalálok ásni, én az agyamat kitöröm. Aztán ne hülyéskedjen. No. Aztán fejmasztom, mikor az egyik kart meghúztam, az eleje úgy bétét, pont a cementlapoknál meg békere takasszak csak. Másnap onnan el is helyeztek. Építették a szerpentineket. De szerencsére voltak ezek a csegépek. Már román géppel mit csinálsz? Akkor a hályek voltak, így a lábadat nem tudtad kinyújtani. De mikor csegépbe beültem, az egyik kart meghúztam, az úgy még tét. Jó. Nem akarom ezt mondani, az a lényeg, hogy ő lenéz engem, majd tanítónő, és én csak egy egyszerű munkahos ember vagyok. Pedig én a pénzemet nem iszom el. Hát kézdi vasarhelyen, mikor megjelentek ezek a mountain bike-ok. Ezek a bicikli. Az első a városban nekem volt. Feles mentem vele a balványosról. Ittuk a sört, ettük a flekkét. Ittunk a barátok. Egyszer nézek fel az égre. Ha olyan eső lesz szembe, felszöktem a biciklire. Arasszabbé kézdi felé. De jött az eső, és utannam. Igen, de én a biciklit úgy tekártam, hogy az eső, hogy jött, csak a hátsó sarvédőt ütte. És kézdén aztán a gagyaszarban, nagy kanyarban, hogy átértem, az eső elment egyenesen. De ő lenéz engem majd egy tanítóné, ugye, és én csak egy egyszerű munkahas ember vagyok. Pedig én még Budapestre is elhordoztam. Hát olyan Elvis koncerten voltunk, hogy Elvis, mikor engem meglátott, azt mondta, how do you do, my friend is Sándor. És a dobos, ahol a nagy karókkal, amivel dobolt, mikor a cintányira egyetre vágott,
ha meg is elhűltünk mind a ketten. Akkor bementünk egy ilyen nagy diszkóba, jöttek szembe a komak, ha mindegyiknek olyan szeme volt, mint akkor kálták volna fej. Oda jön hozzám az egyik, azt mondja, füvet veszélé. Ha mondom, szerintem én lóval jöttem. Sándor, nagy nehéz helyzetbe hoztál, mert ugye adásba vihogni nem illik, és teljesen belevörösödtem, hogy valahogy visszafogjam magam. Valakire kellett nézzek, hogy nem. Itt van egy nagyon jó pofa dolog, ami nekem nagyon tetszett. A muszkarikulum. Ez részletek a Mi nem lókhál című kötetedből. 2007-ben jelent meg, ugye, az Erdélyi Híradó kiadó előretolt helyőség szépirodalmi pályai kiadásában. Na, én itt egy pár dolgot aláhúztam. Azt mondod, hogy már régebb írok verseket. Ez úgy kezdődött, hogy egy olyan 12-13 éves koromban szüleim és tanáraim ámulatára megtanultam írni, olvasni. Mit csináltál addig? Nagyrészt fotballoztam, azt hiszem, meg bicikliztem, és szerintem mind avval foglalkoztam, hogy minden épp egészséges gyermek foglalkozik és érdekli őt. A verekedés, a fotball, a bicikli, hát mit érdekel egy 11 éves fiú gyermeket? Szerintem ez így normális, de nem biztos, hogy így van. Nem vagyok pszichológus, nem pedagógus, hogy ezt meg tudjam alapítani. És akkor azt is írott, hogy megtanultál ugye olvasni, és azt csináltad, hogy az egész nyarat végig olvastad, hogy a szüleid már megijedtek, hogy valami baj van veled. Igen, igen, hát amikor úgy rákattam arra a könyvre, ami elindított végül is, úgy, mármint ugye több ilyen történetre rákattam, akkor úgy belejöttem, és tényleg egy egész nyarat olvasással töltöttem, és akkor az úgy folytatódott, hogy ugye édesapám mondta, hogy fiam, hogyha ennyit olvasol, akkor nem írsz valamit. És éppen akkor a magyarországi Bóbita, vagy Búbocska, nem tudnám megmondani milyen című gyereklap, azt hiszem Bóbita. Bóbita nevezett, Bóbita, ugye, gyereklap, igen. Gyereklapnak volt egy pályázata, van ilyen írásokat kellett beküldeni. Akkor én neki is álltam, és átírtam Mózes Attilának az egyik novelláját. Azt akkor még nem ismerted a plagizálás. Nem volt ebben nekem semmi. Hát, gátlástalanul. Nem, hát ez normális, de nagyon jó történet volt, tetszett nekem, és én úgy szerintem valószínűleg lehet, hogy nem tetszett nekem a befejezése, egy kicsit tovább írtam, hogy akkor az hogy van. És azt elküldtem, és akkor rá egy hónapra, másfélre, azt hiszem, most nem tudom az időt pontosan, jött a válasz, hogy nagyon tehetséges vagyok, úgy látszik, hogy jó novellát választottam, és hogy még írjak és küldjek, és akkor így kezdődött el az írás is. Így kezdődött el a karriered gyakorlatilag. Igen, igen, igen. És akkor neki buzdultál nagyon ezen a sikeren, és elkezdted átírni a Grand Kapitán gyermekeit azzal, hogy... Igen, hát az úgy volt, az annak az a titka, hogy az akkor ment sorozatként a tévében, és ugye este megnéztem a sorozatot, és akkor leírtam. Közben olvastam a könyvet is, nagyon sorozatot is, akkor láttam, hogy át kéne ezt is írni. Ez milyen nagy sztori volt akkor. Hát hogyne. Azt hiszem a forradalom után ment, de lehet, hogy még előtte nem tudnám már megmondani. Őszintén nem emlékszem. Én sem emlékszem. Na, és akkor azt írtam át, de az egy hosszú, ez egy ilyen fokos könyv, az abba beleuntam. És mindig azt szoktam mondani, hogy az volt, hogy végül is engem nem érdekelt se a kapitány, sem a gyermekek. Nekem az indián tetszett, aki ült a hegy tetején is fordítva szívta a cigarettát. Ez nekem nagyon tetszett, hogy az hogy lehet. Állj meg, pipázott vagy cigarettát. Nem, én úgy emlékszem, hogy fordítva, legalábbis a filmen a cigarettát fordítva falta be az indián. Igaz, a pipát nem lehet fordítva. Nem. Úgyhogy erre emlékszem, hogy ez nekem nagyon tetszett. Engem ez érdekelt szerintem az egész könyvben. Az indián ül a hegyen, nem csinál semmit, az milyen jó neki. Sándor, biztos nem szereted az ilyen kérdéseket, és hogy hogyan találkoztál a verssel, vagy hogyan, de viszont erre én tudom, hogy van neked egy nagyon jó történeted, mert olvastam. Igen, hát a vers úgy találkoztam, hogy volt nekünk egy ilyen, meg nem tudom mondani, milyen márkájú magnunk, egy ilyen orosz magnó volt, ami hát csak szallagos, az volt annak igen, idején. Szallagos, igen. Tudod, ez a... És volt egy szallagja édesapámnak hozzá, amelyeken Latinovics Zoltán Ady Endre verseket szavalt, és ez nekem, mit mondjak, bevallom, nagyon-nagyon tetszett, és úgy gondoltam, hogy ezeket a, ugye, rövidebbek is, mint a regény, és hát gondoltam, hogy ezeket sokkal könnyebb lesz azért átírni is, meg de szebbek jó, csavaros székely észjárással hát, megalkottad. Rövidek, szebbek, hát akkor azt kell átírni. A regények hosszúak, sok macera van velük, de a verseny kicsi, szép is. Jobban tetszettek az Ady versek, mint a regények is.
És akkor hogyan jött a versek mellé a stand-up? A humoros próza? A humor úgy kezdődött, hogy az irodalmi jelen meghívására a művészetek völgyébe kellett utazni, de mikor engem meghívtak, akkor nem mondták, hogy ott humoros dolgokat kell előadni, és én ugye kiválasztottam azokat a verseket, amit ott fel szerettem volna olvasni. És mikor felültem itt Kolozsváron a vonatra, akkor jött a telefon, hogy na akkor mi van? És mondom, hogy hát itt vannak a versek, és megyünk, és felolvassuk, és minden, ott leszek. Mondták, nem jó, humoros szövegek kellenek, azt kell felolvasni. Hűha! És akkor te gyorsan a vonaton... Szerencsém volt, mert egy olyan vonatfülkében ültem, amelyikben vagy 3-4 ilyen magyarországi vendégmunkás, ilyen törzsgyökeres székely fiatalember mentek Pestre, és éppen azt beszélték, úgy nagyjából egész úton, hogy ki mit látott Pesten, ki mit mondott, otthon erre mit mondtak, és ott egy ilyen oda-vissza csatolás, hogy ott mi történt, otthon mi történt, ezt így elmesélték nekem, és semmi egyebet nem kellett csinálnom, hogy nagy rész lejegyzetelnem. Lejegyzetelted ott a vonaton? Igen, azért. Hát miután leszálltak, mert én még tovább mentem, és amikor nem látták, akkor leírtam, nagyon tetszett. Hát... Szerintem azt sem álltál volna, hogyha előttük jelzettem. Nem, szerintem nem zavarta volna, hát nem voltam érhető, semmi olyan. Amúgy két napja érkeztetek haza budapesti fellépésedről, és már az elmúlt napokban vendége voltál a két ismert magyar közszolgálati televíziónak is, és szégyen szemre hoznánk, csak most jutottál el. Nem igaz, én még voltam nálatok, nem pont nálad, az első könyvben megjelenésekor még meghívott a televízió. A Pulzus című műsorban, igen, a Talárom és Kostyák Alpár műsorában, igen. Nem, hát ez egy, igen, hogy, hát ez egy érdekes dolog, hogy hamarabb kerültem be a magyarországi csatornákra, mint a Nem mondjak nevet a városok televíziójába, de úgy látszik, nem csak Magyarországon gondolják úgy egyesek, hogy Székelyföld már ott a térkép végén van, hanem a székelyföldiek maguk is. Úgy gondolom már, hogy van tényleg Székelyföldön egy rengeteg tehetséges, most nem magamról beszélek, rengeteg tehetséges képzőművész, író, zenész, színész, és valahogy nem tudom, hogy valahogy nem, mintha szerintem nincsenek eléggé a figyelem központjában. Szerintem vagy... a szomszédok is csak annyit tudnak róla, hogy lakik valaki, aki valamilyen más, meg úgy valamit úgy csinálnak, hát ugye a székelyföldi internetes fórumokat, hogy olvas az embert, akkor meg kéne rajzolni a szellemképét a székelyföldi művésznek, az olyan, hogy aki az az ember, aki nem szeret dolgozni, csak várja, hogy küldjék a pénzt. De én erre azt szoktam mondani, hogy ez valószínűleg, mikor tanították József Attilának a versét, miszerint a macska egyszerre kint is, bent is nem fog a tegeret, ők arra jutottak, hogy két macskát kell tartani, tudod? Így tudom csak felfoglalni. Igen, hát ez egy... nem tudom, nem akarom ezt kommentálni. Ezt a fajta humort kíváncsi vagyok, hogy mennyire érti a budapesti ember, hát most onnan jössz. Hát nyilván, hogy nem az utcaemberével találkoztál te ott, hanem mégis egy irodalmár körökbe mozogtál. Igen. Szeretik, mit mondjak nekük? De megértik? Megértik, hát kivétel azokat a szavakat, de szerintem annak a székely nyelvjárásnak van egy könnyen, vannak szavak, amiket, hogyha nem is ismer valaki, könnyen értelmez, a kontextusból kiderül, hogy akkor miről is lenne szó. És ezek végülis, ezek ilyen utánzó szavak szerintem nagy rész, de nem akarok ebbe belemenni, mert nem szakmám, nekem nem szakterületem. Hogy és a székely ember? Székelyember, hát a falusi erre... ember, ha te leülsz egy falusi emberrel, ott hát csík szép vize, és neki elmondasz egy ilyen történetet, azt mondja, hogy hát ő ilyet minden nap hal, vagy értékeli. Igen, erre van egy isteni történetem, Sánta Attila barátom meghívott egy kis faluba, kis székelyföldi faluba, a Kovászna megyébe, hogy lesz egy kis ünnepség, és akkor én mondanák ilyen humoros történeteket, én el is mentem. Hát körülbelül 3 percbe telt az egész. Hát ott az egyik írást mondtam, ami míg el nem érkeztünk oda, hogy olyan, nem sokára olyan szegénység lesz, hogy nadrágunk se lesz, és a foltot direkt a fenekünkre kell varják. És olyankor szoktak ezen derülni az emberek, erre felálltak, vagy két vas, és mondta, kicsi barátom, igazad van. Szóval én mindig azt szoktam, hogy székely embernek nem kell székely viccet mesélni. Sándor,
Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm, hogy kívánsz. Erdélyben valami új van születőben, mondja Murányi Sándor Olivér. Friss, fiatal irodalom születik, amely kilépett úgymond a panaszkodás fázisából. Azt hiszem, erről ma itt Muszka Sándor tanúbizonyságot is tett. Köszönöm még egyszer.